A hematológia az úgynevezett vérképző rendszeri betegségekkel foglalkozik, többek között heveny fehérvérűséggel, véralvadással, vérszegénységgel. A hematológiai ellátás már az 1980-as években elérhető volt Nyíregyházán, az elmúlt évtizedekben pedig folyamatos volt az ágazat fejlődése a megyeszékhelyen. A szakrendelések és a hematológiai osztály tavaly óta már az egyik új kórházi tömbépületben érhető el. A betegszám emelkedett, a fekvő betegszám mérsékelten, már körülbelül 1000 fekvő beteget látunk el évente, ennél jóval jelentősebb volt az ambulancia forgalmának, tehát járóbetegellátásnak az emelkedése. Utóbbi 10 évben több mint 3-szorosára emelkedett, most már évente 9000 beteget kell ellátnunk a járóbeteg szakrendelésünkön. Az ágazati szakemberek azt mondják, a beteg létszám emelkedése nem súlyosbodást jelent, hanem azt, hogy az érintetteknél hamarabb diagnosztizálják a betegséget. A nyíregyházi hematológia osztályon a onkohematológia teljes spektrumában szenvedő betegeket kezelni tudjuk. Ezek közül talán kiemelkedően is fontos a heveny leukémiában, heveny fehérvérűségben szenvedő betegeknek a kezelése. Őket azért szeretném kiemelni, mert az egyik legrettegettebb betegség, amitől úgy általában a legtöbben tartanak, félnek, és valóban egy nagyon súlyos betegség, a kezelése nagyon jó infrastruktúrát, egy komplex orvosi gondolkozást igényel, és hát örömmel mondhatom, hogy a nyíregyházi kórházban ezek a lehetőségek adva vannak. A hematológia további fejlődését segíti, ha a belgyógyászok és házi orvosok többet tudnak az ellátásokról, különböző betegségekről. Ezért is tartottak most továbbképzést nekik a nyíregyházi kórházban.